A 40-es, 50-es években nagyszüleinknek mindent szovjet mintára kellett tenniük. Erre már készen állt egy erre jól kiképzett, megalkulásra, árulásra kész vezetőgárda. A túlzott ivarosítás, a mezőgazdaság visszaszorítása az országot lehetetlen helyzetbe sodorta. Akik szót mertek emelni ellene, azokat deportálták, bebörtönözték, de sokat kényszerültek az ország elhagyására is. Törvénysértések, koncepciós perek, kegyetlen időszaka volt ez. Bújtasz üldözött, sejét karnyújt barlangjában, szerte nézett, s nem elég vonját a hazában. 1956. október 23-a kert volt, verőfényes, kora őszi nap. Délután 10-ennyi budapesti egyetemista indult a Petőfi szoborhoz a műegyetem elől. A Dunaparti téren moccani sem lehetett. Este 9:30 körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úton álló Sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A rádiónál a 16 pont beolvasását követelték. Ezt azonban megtagadták tőlük. A felületett tömeg jelszavakat skandált. Nagy Imrét a kormányba! Rákosít a Dunába! Ruszkik haza, aki magyar velünk tart! Sötétedéskor eldördültek az első lövések. Megindult a fegyveres harc. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri. Mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca övein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt, a háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. Másnap, 24-én reggel, szovjetem csapatok vonultak be Budapestre a felkelés elfolytására. Az idegen katonaság megjelenésével a felkelés második szabadságharccá változott. Ha én rózsa voltnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerint.
1956. november 4-én vasárnap hajnalban megindult az elsődő erejű szovjet támadás a magyar forradalom eldiblására. 5 óra 20 perckor a Szabad Kossuth Rádióban hangzott el Nagy Imrének népéhez intézett utolsó szózata.
Kedves emlékező egybegyűltek, köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy egy pár gondolatot itt elmondhatok önök előtt, előttetek. Nagyon izgalmas mindig emlékezni. Nagyon izgalmas azért, mert vannak olyan dolgok az életben, vannak olyan dolgok a történelemben, amelyeket nem szabad elfelejteni. Sok mindent elfelejtünk. Sok mindent megpróbálunk nem elfelejteni, de aztán mégiscsak elfelejtjük. És vannak bizonyos események, bizonyos korok és történések, amelyeket viszont nem szabad elfelejteni. Csak hogy emlékezni egyre nehezebb. Mert ahogyan telik és múlik az idő, úgy egyre nehezebb, egyre távolabb kerül tőlünk is. Bár vannak azok, akik azt mondják, hogy távolabb korokra jobb rálátásunk van, de mégis azért saját tapasztalatunkból mindannyian tudjuk azt, hogy emlékezni egyre nehezebb az idő elhaladtával. Csináljunk egy gyors közvéleménykutatást itt most közöttünk, akik itt most együtt vagyunk emlékezni. Szeretném megkérni azokat, akiknek van 56-os eseményekről, nem úgy általában 56-ról, hanem az 56-os, valamilyen 56-os eseményről, ami tényleg olyan esemény számba ment a forradalom részének tekinthető, van emléke? Tegye föl kérem a kezét. Nyugodtan, bátran a kérdésem költői. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen. Szóval látjuk azt, hogy nehéz emlékezni. Mert most is kevesen vannak közöttünk olyanok, akik tényleg emlékeznek. Akik szemtanúi voltak azoknak az eseményeknek, amiről évről évre beszélgetünk. Ezért mindig nagyon fontosnak tartom azt, hiszen már én is egy olyan generáció vagyok, akinek már a szülei sem, vagy még a szülei sem éltek 1956-ban. De a mondani való nem tűnhet el. Emlékeznünk kell akkor is, hogyha effektíve az emlékek egyre halványulnak, és egyre kevesebbeknek van már csak emléke. Mégis akkor föl kell fedeznünk újra magunknak ezeket a korokat és eseményeket, így 1956-nak az eseményeit. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon nekünk most mit jelent? Azok számára, akik már többségben vannak, azok számára, akik nem voltak ott, nem voltak jelen, nem tapasztalhatták meg a saját bőrükön az eseményeket, és mi az, amit átadhatunk a következő generációknak. És ennek egy része az, hogy történelmileg emlékezünk, visszatekintünk, és az eseményeket sorba vesszük, hogy a főpontok mindig ott legyenek évről évre előttünk. Így köszönjük a diákoknak a műsorát, akik ezt megtették most közöttünk. Nagyon fontos az, amit most csináltatok. De meg kell fogalmaznunk magunknak, és meg kell fogalmazni gyermekeinknek és unokáinknak azt, hogy tulajdonképpen mit jelent számunkra 1956, mit jelent számunkra a forradalom. Két olyan fogalom van, ami köré én úgy gondolom, hogy csoportosíthatjuk emlékezésünket, és olyan általános érvényűek ezek a fogalmak, amelyek tovább élhetnek a generációban, a következő generációban. Az egyik ilyen fogalom, az első, az a bátorság. Az, hogy nagyon bátor emberek voltak azok, akik akkor harcoltak.
Bátrak, akik nem törődtek azzal, hogy mik az esélyek. Nem törődtek azzal, hogy mik a százalékok, csak azt látták, hogy nekünk most ki kell állni valamiért, amiben hiszünk, valamit, amit szeretnénk, amitől jobb lesz ennek az országnak, amitől jobb lesz ennek a nemzetnek, amitől jobb lesz nekünk és majdan azoknak, akik utánunk jönnek. És ezt a bátorságot és az ehhez kapcsolódó kitartást, ezt nyugodtan vehetjük példaként ma is. És nyugodtan vehetjük példaként az elkövetkezendő években és generációkban is. Mert ez a harc és ez a küzdelem nem csupán, vagy ennek a harcnak és ennek a küzdelemnek az emléke és példája előttünk, nem csupán a nagy világrengető eseményekben, hanem a hétköznapokban is ott kell, hogy velünk legyenek. Hogy a mindennapok küzdelmeiben is meg tudjuk állni a helyünket. Így vehetünk példát 1956-nak a hőseiről. És a második fogalom, amiről úgy gondolom, hogy szintén általános érvényű, talán még fontosabb, mint a bátorság, a kitartás, az eltökéltség és a fel nem adásnak az ajándéka, az pedig az igazság. Bár nem lelkészi minőségben vagyok most itt, de hát lelkészként, hívő emberként nem lehet nem Jézusra gondolni. És azt mondta egyszer, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. És bár ő nyilván ezt az Isten igazságára és szeretetére értette, de maga ez a mondat általános érvényű, és a hétköznapok igazságára, e világ igazságaira is igaz. Mert hogy az emberek és a nép az mindig észreveszi, hogyha valami nem igaz. Előbb-utóbb észreveszi, hogyha valami kamu. És észrevette a nép azt, hogy az a rendszer, amiben él, az nem igaz. Az valami olyan, ami egy lufi. És ami nem, hogy nem csupán nem igaz, hanem még káros is. Ránk, generációinkra, gyermekeinkre nézve. És észrevette, hogy nem ez az igazság. És amikor erre rájött, akkor ebből egyenesen következett az, hogy szabadságra vágyott. A hazugságból való szabadságra. Általában minden forradalom és szabadságharc, vagy nem általában, sok esetben mindig ott szokott elbukni, hogy valamitől szabadulni akarnak, de nem tudják, hogy mire, hogy mi lesz utána, hogyha már megszabadultunk. És az emberek akkor rájöttek, hogy a hazugságból szabadulni kell, és az igazságra. És ez is egy olyan örökérvényű kijelentés, amit mindannyiunknak meg kell szívlelni. Hogy előbb-utóbb mindig kiderül az igazság. Az egészen apró, mindennapos igazságoktól kezdve a nagy általánosságokig. És amikor az emberek rájönnek arra, hogy nem igaz, amit nekik próbálnak mondani, akkor bizony az nem tetszik nekik, és szabadságra, igazságra vágynak. Hát ez az igazság utáni vágy, az, aminek soha nem szabad kiveszni belőlünk. A bátorságnak, a kitartásnak és az igazság utáni vágynak. És ezek mind olyan dolgok, amelyek nem kötődnek korhoz, nem kötődnek helyhez, hanem el tudnak bennünket kísérni. Ha valamit hazaviszünk ma, ha valamit elviszünk magunkkal a 61. évfordulón, akkor legyen az, hogy vegyünk példát 1956-nak a hőseiről, igazi hőseiről, bátorságukról, merítsünk erőt az ő bátorságukból és kitartásukból, és kövessük őket az igazság utáni vágyakozásban, és ez előre fog vinni bennünket mindig, és sohasem hátra.